Nem csak a menekülteknek kell várniuk, ha szeretnének bejutni a röszkei tranzitzónába. Rebecca Harms, az Európai Parlament zöld frakciójának társelnöke, és Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyarországért Európa parlamenti képviselője sem jutott be könnyen a létesítménybe. Mai látogatásukon arról tájékozottak, hogy milyen viszonyok várják azokat, akik hivatalos úton érkeznek Magyarországra, és menedékkérelmet adnak be Röszkén vagy Tompán. Azt tapasztalták, hogy a kialakult helyzet nem európai, hiszen nagyon kevesen jutnak be a tranzitzónákba, a kívül rekedtek között sok a beteg, és napokon, sőt heteken át várakoznak a szerb oldalon. A bekerülő férfiakat 28 napon át tartják a zónákban. Ha ennyi idő alatt elutasítják kérelmüket, akkor kiutasítás vár rájuk, ha nem zárul le az eljárás ennyi idő alatt, akkor pedig nyílt befogadó állomásokra kerülnek. Rebecca Harms szerint lassú az ügyintézés, és nem megfelelőek a körülmények sem. Ez pedig arra ösztönzi a menekülteket, hogy ne legálisan próbáljanak az unió területére jutni. Vannak olyanok, akik nagyobb csoportban családdal érkeztek, majd szétváltak. Közülük, akik a legális utat választották és menedékkéremet adtak be, még mindig a magyar határon vannak. Közben társaik, akik továbbutaztak, az embercsempészek segítségével már megérkeztek Németországba. Jávor Benedek úgy látja, hogy a kormánynak volt másfél éve felkészülni a menekültáradatra, lett volna ideje kialakítani egy megfelelő, jól működő rendszert, amely képes zökkenőmentesen és a megfelelő biztonságot garantálva kezelni a határa érkezőket. Ma a magyar állam azzal foglalkozik, hogy a határon megnehezíti a sorsukat, azután gyakorlatilag elengedi őket, és nem ellenőrzi a továbbiakban, hogy mi történik ezekkel a menekültekkel. Ez sem a biztonság, az európai biztonság szempontjából nem megoldás, sem humanitárius, emberiességi szempontból nem megoldás. Mindkét szempontból a lehető legrosszabb választás a magyar kormány részéről. Ez vagy mérhetetlen ostobaságot, vagy mérhetetlen rossz indulatot feltételez. Mindkét képviselő hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormányok önállóan nem tudják kezelni a migráció kérdését, közös európai megoldásra van szükség. Meg kell szüntetni a migrációs útvonalakat és az embercsempész hálózatokat, a problémát pedig az unió határain kívül, közel a válságócokhoz kell megoldani.